Sokáig töprengtem azon, hogy belekezdjek-e a baseball szabályainak magyarázatába, amikor bemutatom önöknek a St. Andrews Sleepwalkers csapatát. Végül arra jutottam, hogy nem kezdek egy 10 perces szabálymagyarázatba, ennyi időnk úgy sincs. A lényeg az, hogy a híres St. Andrews Konzentől alig pár percre található hazánk egyik szép baseball pályája, ahol 50-60 játékos rendszeresen üti a labdát. Én is megpróbáltam. Újra megpróbáltam. Meg még egyszer megpróbáltam. A profiknak kicsit jobban megy. A magyaroknak egy kicsit idegen, mert egy olyan labdajáték, amiben nincsen gól, de valóban nagyon mások a szabályok, mint az ismert labdajátékokban. Magyarországon, hát azoknak a körében, akik a baseball közelében vannak, nagyon népszerű, mi nagyon imádjuk. A széleskörű ismertség az még várat magára. Azt hiszem, hogy azért sokan tudják már, hogy van ez a sportág Magyarországon. Ezt már Halmos Balázs mondja, aki régóta tagja a csapatnak, amely hatszoros magyar bajnok. Legutóbb épp most októberben lettek országos elsők. Kíváncsi voltam, miért is jobb ez a sport, mint mondjuk a foci. Ez egy nagyon kemény férfias játék, egy olyan csapatjáték, ahol igazán nagyon, nagyon függenek egymás játékától a játékosok. Érdekes, hogy viszonylag kevés az összjáték, mégis azt hiszem, hogy ez egy igazi csapatjáték. Ugyanerről az egyik ifinek is megvan a véleménye. 14 éves vagyok, és 2 éve üzem ezt a sportot. Hát azért kezdtem, mert jó csapatjáték, meg az egyik osztálytársam is ajánlotta. Összesen hányan játszotok az ismeretségi körödben? Négyen. Régebben játszottunk többen is, csak hát abba adták. Nem tetszett nekik annyira. Az előbb már láthatták a japán Masát, aki a St. Andrews Sleepwalkers edzője. Idén tavasz óta tanítja a fiatalokat. Japán barátja ajánlotta ide trénernek. Megjártam Amerikát, Kanadát, hivatásos edző vagyok, imádok tanítani, mondja. Ahogy korábban megtudtam, a csapatnak több japán mestere is volt, és közülük 2 szintén Masának hívtak. Érdekes. Sokan attól tartanak, a baseball veszélyes sport. Természetesen ebben a játékban is előfordulhatnak sérülések, kemény a labda, és ezt sokszor a szülők, akik először küldik baseballozni a gyereküket, egy kicsit aggodalmasan nézik, de nem sérülés veszélyesebb akár a futballnál, kézilabdánál, bármilyen csapatsportnál. A srácok szerint egyelőre még kevés a támogató és a néző, de bíznak benne, hogy a jövőben ez megváltozik, talán egy újabb massza segítségével. Hojla! Legelis tov!